Egy szép nyári estén a Lugasban, mikor nagyon is bizalmas volt hozzánk, letelepettünk körülötte, ki székre, ki kőre, ki a fűes párkányra, és mesélt. Móricz egyik novellájával indult a megemlékezés. Az író születésének 145. évfordulója alkalmából a Móricz Zsigmond nevét viselő megyei könyvtár előtt tartottak ünnepi koszorúzást Nyíregyházán. A rendezvényen elhangzott, az intézmény szívesen vállalt kötelezettsége az író szellemiségének ápolása. Minden évben őrizzük és ápoljuk a Móricztól kapott kulturális és irodalmi örökségét. Most már 5 évente fogjuk ezt a koszorúzással egybekötött megemlékezést megtartani, hiszen folyamatosan teszünk azért, és a nevét viselő intézmények, szervezetek is folyamatosan minden évben ápolják. Kiállításokat szervezünk, olvasás népszerűsítő rendezvényeket, író-olvasó találkozásokat, de tudományos konferenciát is szervezünk. Móricz Zsigmond Tiszacsécsén született 1879-ben. Családja jómódú paraszti sorból embertelen szegénységbe süllyedt. Az ünnepségen elhangzott az író gyermekkorát meghatározó élmények, a valóság iránti életre szóló szenvedély és kíváncsiság tette Móriczot a 20. századi realista magyar irodalom meghatározó prózaírójává. Meggyőződésem, hogy Móricz író életműve a születésével kezdődött Tiszacsécsén. Az életem regényében önmagáról ír, de minden szava Magyarországot mutatja meg. Van egy gyönyörű hasonlata Csécse akkor talán egyetlen utcájáról, ami úgy szeli ketté a falut, mint a Duna a fővárost. Ezt már Móricz nyilván a fővárosban élő, beérkezett íróként mondja, de a Bölcsőtől egészen a Koporsóig tartó út teljessége úgy gondolom minden írásában benne van, és ez az életből fakad. Hangsúlyozom, az életből, az élményekből, ezek válnak aztán természetes módon írássá. A koszorúzáson a vármegyei és a nyíregyházi önkormányzat, valamint oktatási, kulturális intézmények, szervezetek képviselői vettek részt. Az ünnepség a könyvtár konferencia termében folytatódott. A megyei hatókörű városi intézmény a Móricz életmű gyűjtését is végzi. A helyismereti részleg Szabolcsi gyűjteményében Móricz Zsigmond 227 műve található, melyből 150 első kiadású.